Herencsár Viktória nemzetközileg elismert cimbalú művész, külföldi és magyar zeneműveket szólaltatott meg október 2-án a Csekovszki Árpád művelődési házban. A Cimbalom zene határtalanul elnevezésű ingyenes koncert, amely a zene világnapjának tiszteletére került megrendezésre, Rákosmente önkormányzata, valamint dr. Pilát Károly és Rózsaegyi Péter önkormányzati képviselők támogatásával valósult meg. Szlovénia, Erdély, Japán, Korea és Magyarország. Ezen térségek mindegyikében nagy jelentőséget tulajdonítanak a cimbalom zenének. Herencsár Viktória világot látott cimbalomművész és tanár, a Cimbalom Világszövetség alapítója és elnöke, számos külföldi útja és fellépése során gyűjtötte össze azt a különböző nemzetek kultúráiból származó zenei repertoárt, melyet október 2-ai Rákosmenti koncertjén hallhatott tőle a közönség. Az esemény apropója volt, hogy október 1-én ünnepeltük a zene világnapját. A művész úgy gondolja, a zene mindenkié, és rendkívül fontos, főleg ezen a napon, hogy bárki hozzájuthasson. A cimbalom gyakorlatilag nekünk a hungarikumot jelenti, ami az nagyon jó, viszont a világban mindenhol megtalálható. Természetesen nem ez a típusa, hiszen ez a magyar, ez a hungarikum, hanem minden országban a sajátos módon fejlődött ez a hangszer. A cimbalmokkal olyan sok mindent ki lehet fejezni, még egy ilyen hangszer nincs, aminek ekkora a dinamikája, és nincs ilyen skálája, színes lehetősége, milyen a cimbalomnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy plusz egy ilyen zenei napon, hogy egy olyan ősi hangszert hallhatunk, ami azért nem olyan sűrűn szólal meg koncertpódiumokon egyrészt, másrészt az emberek nem igen ismerik a cimbalomnak ezt az oldalát. Herencsár Viktória az est folyamán egy különleges cimbalmot használt, melyet saját ötletei alapján tervezett számára egy cseh hangszerkészítő. A nemzetközileg is elismert cimbalomművész fellépéseinek célja, hogy bemutassa az ütős hangszer használatát, lényegét, lelkét a hallgatóságnak. A koncerten előadott európai és ázsiai kompozíciók háttértörténetébe is betekintést nyerhetett a közönség. A művész zenei utazásra invitálta a jelenlévőket, mivel a koronavírus járvány miatt az utóbbi időben számos koncert elmaradt. Akartam ide szervezni szintén nemzetközi koncertet, tehát volna áprilisban egy koreai magyar est, ami sajnos el kellett halasztani, amit elhalasztottam november 6-ára, amit szintén el kellett halasztani, úgyhogy majd remélem jövőre azért most már meg tud valósulni, a koreaiak nagyon várják, hogy ők már jöhessenek Magyarországra, ráadásul olyanok jönnek, akik még soha nem voltak itt, tehát azért ez jó lenne. Egyéb koncerteket is elmaradtak, most próbáljuk ezeket pótolni. Egy-kettő már pótlásra kerül, de nem minden lesz, a kerületben még decemberben a Bartók házban a Kocsár emlékkoncert, ami lett volna szintén áprilisban, ez is egy pótlás. Herencsár Viktória Artisius és magyar örökségdíjas, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett cimbalomművész, Rákosmente díszpolgára. Nemrégiben megkapta a Beszterce-Bányai Művészeti Akadémia professzori címét is. Elmondta, ezekre az elismerésekre feladatként tekint, és a jövőben továbbra is a cimbalom megismertetésén, megszerettetésén munkálkodik.